Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a plejádok felé, mégpedig 10 napon keresztül. Ez megkezdődik augusztus 22-én, és eltart augusztus 31-ig. Ezek az égi kapuk a maja naptárból ismertek. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám, vagy rezgés. Erről még később beszélni fogok. De visszatérve erre az égi kapura, mint mondtam, 10 napon keresztül lesz augusztus hónapban. Ez elindul augusztus 22-én. Ezen a napon Imis uralkodik. Imis lefordítva annyit jelent, hogy sárkány vagy víz. Itt ilyen kármikus témákról van szó. Azt is jelenti, hogy bízzunk abban, hogy minden jóra fordul, tehát itt a bizalmat kell erősíteni. Augusztus 23-a ik hatása alatt áll. Ik szellőt jelent. És ez azt közli velünk, hogy végre fellélegezhetünk. Augusztus 24-e Akbál hatása alatt áll, és az éjszakát jelent, az álmainkat. Augusztus 25-e Kán hatása alatt áll. Kán annyit jelent lefordítva, hogy hálózat, valami kibővül, de jelent magot is, amit mi a mai napon elvetünk, és az utal egy új kezdetre, az kivirágzik, az gyümölcsöt hoz számunkra. Augusztus 26-a Csikcsán hatása alatt áll, és Csikcsán az egy kígyót jelent. És itt lesznek változások, de egy ilyen belső változás is. Áttesszük magunkat a félelmeken, és megvan a bizakodás, a remény és a szeretet. Augusztus 27-e Kimi hatása alatt áll, és az halált meg az őseinket jelenti. De ennek van egy szimbolikus jelentése is. Le kell, hogy valamit zárjunk, hogy kezdődjön valami új az életünkben. De mivel itt az őseinkről is szó van, kell, hogy gondoljunk azokra, akik elbúcsúztak tőlünk. És az is szép, ha ezt a szeretetet érezzük. Augusztus 28-a Manik hatása alatt áll, lefordítva ez kezet jelent. Vegyük kezünkbe a dolgokat, és irányítsuk egy olyan irányba, amit elérni szeretnénk. Augusztus 29-én Lamát uralkodik, és az Vénusz bolygóval áll összeköttetésben. De jelent csillagképeket is, itt a szerelem áll a középpontban, az is, hogy itt valami kibővül. Augusztus 30-a Muluk hatása alatt áll. Muluk lefordítva vizet jelent, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Itt érzelmekről lesz szó. Augusztus 31-e Ok hatása alatt áll, az lefordítva kutyát jelent. Természetesen mutathat kutyát vagy egy cicát a házi állatokat is, de ennek a kutyának szimbolikus jelentése van, és utal a barátságokra és a hűségre. Ez
Most egy rövid összefoglalás volt, ami közeledik, ezek az égi kapuk, ami kinyílik augusztus végén. Amikor ez elkezdődik, tehát augusztus 22-én, akkor 10 napon keresztül minden nap készítek egy videót, és elmagyarázom ezt részletesebben. Visszatérve erre a maja naptárra. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. A 8. hullám indul augusztus 13-án és augusztus 25-éig fog eltartani. Ez alatt a hullám alatt ebb uralkodik. Nem csak ezen a napon, augusztus 13-án, amikor ez az új hullám indul, hanem ebb uralkodik a 13 nap felett. Ez egy szakasz, és ezt érezzük is. Ebb lefordítva egy utat jelent, egy életutat. És ez fontos, hogy mi itt kiismerjük magunkat, és tudjuk, hogy mi a feladatunk az életben, vagy mit szeretnénk megváltoztatni. Nem csak ezt jelenti, hanem itt kell, hogy tanuljunk valamit. Mégpedig azt, hogyan tudjunk uralkodni magunk felett, az életünk felett. A 9. hullám augusztus 26-án indul, és eltart szeptember 7-éig. Ez alatt a hullám alatt Csikcsán uralkodik. Csikcsán azt jelenti lefordítva, hogy kígyó. És ez a kígyó energia azt jelenti számunkra, hogy itt lesz egy belső változás, és kell, hogy az érzelmeinkre odafigyeljünk. Tehát ne félelmek uralkodjanak felettünk, hanem tegyük át magunkat ezen, és bízzunk abban, hogy minden jóra fordul, legyünk lelkesek, és érezzük a szeretetet, az Isten szeretetét is, mert ez nekünk erőt ad. Mivel ez alatt a 10 nap alatt, tehát augusztus 22-től augusztus 31-éig kinyílnak az égi kapuk, minden nap nyílik egy égi kapu. Szeretném elmagyarázni, hogy miről van szó. Nem csak a bolygók mozognak, hanem a mi naprendszerünk is mozog. Mégpedig egy központi nap körül. Ezt a központi napot Alkioninak hívjuk. Alkioni annyit jelent magyarra lefordítva, egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alkioni megjelenik a mesékben is. Mégpedig ismerjük őt, mint Holle anyó. Amikor egy égi kapu kinyílik a plejádok felé, Alkioné, az a plejádoknak a központi napja, akkor egy ilyen napon a mesebeli Holle anyó néz ránk, és megvan rá a lehetőségünk, hogy érezzük ezt az energiát. És mi döntünk, hogy bizalommal fordulunk hozzá, akkor mi vagyunk a jó Mari, az arany Mari, vagy kételkedünk ebben, akkor mi vagyunk a csúnya, a rossz Mari. Mi hozzuk ezt a döntést. És ez volt a bepillantás a maja naptárba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!